Szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm szépen a karácsonyi jó kívánságokat. Mindenkinek viszont kívánom. Köszönöm, hogy itt vagytok. Hálás vagyok érte, hogy így látatlanul is egy-egy pillanatra részesei tudunk lenni egymás életének. És értékeljétek, vagy adjatok súlyt annak, hogy ti léteztek, a létezéseteknek. Mert mint ahogy egy pici hógolyóból óriási lavina tud lenni, ha most innen egy-egy szeretett cseppel tovább tudsz menni, és azt tovább tudod adni, hogy boldogabbá teszed az életed, és ezzel a környezeted életét, akkor előbb-utóbb ez az egész társadalomra kihat. Gondolj mindig a pici hógolyóra, hogyha úgy érzed, hogy te nem tudsz tenni. És nem kell az egész világ sorsát megoldani. Azzal, hogy megoldod a te belső világod sorsát, azzal már óriásit tettél. Azzal elindítottad azon a hegyoldalon a pici hógolyódat, amiből valami óriás és nagy születik. Növeld ezt a pici lángot önmagadban. A karácsony pont erről szól. A fény születéséről, a fény, ami benned születik. A te fényed, amelyik egyre erősebben világít. És egy kicsit is hozzá tudtam adni ezzel a csatornával, akkor már megérte. Tudom, hogy mindenkiben egy csoda lakozik. És szeretnék ezzel ajándékként hozzájárulni a két legújabb versemmel. Az egyik különösen az Élettánc, az egy meditációs vers, úgyhogy ha van kedved egy kis játékra, akkor hallgass meg kétféleképpen. Egyszer a tudatoddal, egyszer pedig csukott szemmel, az érzéseiddel, a lelkeddel. Azt szeretném, ha minél többen, minél többször tapasztalnánk meg az egységet, úgy, hogy közben nem felejtjük el, hogy érték az, hogy most egyedinek születtünk. Áldott ünnepet mindnyájunknak!